Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. Az ülés során több napirendi pontról döntött a városvezetés. Többek között Berta Zoltán alpolgármester elmondta, új bérlője van a tolnai felsőholtágnak. Döntött a képviselőtestület arról, hogy a felső révhókonyt, a holtágrendszerünk egyik holtágát, egy mintegy 13 hektáros területről van szó, ennek a hallgazdálkodási jogát 10 évre a Tolnai Dunáért Egyesület részére szerződés keretében fogjuk átadni. Pár évvel ezelőtt ezt már bérbe vette egy vállalkozó, jelezte, hogy ez év végével nem szeretné tovább üzemeltetni, vagy ezzel a hallgazdálkodási joggal rendelkezni. Ezért kellett újra pályázatot kiírni, egyedüliként a Tolnai Dunáért Egyesület pályázott, de tudni kell, hogy a déli holtágunknak is ők a hallgazdálkodói, tehát bízunk benne, hogy kiváló és remek kezekbe fog kerülni ez a víz is, és jöhetnek továbbra is ide a horgászok. Egy másik lényeges napirendi pont volt a forgalomszabályozás. A képviselőtestület már a tavalyi évben számos változtatásról döntött. Ezek közül ugye a egyirányosítások augusztusban, egyéb forgalmi rendváltozások, sebességkorlátozás, várakozás, parkoló kijelölés szeptembertől, illetve folyamatosan kerültek bevezetésre, és egy másik, egyetlen egy nagy kör maradt ki, a súlykorlátozás. Már tavaly is döntöttünk, de idén ezt a szabályozást pontosított, mely szerint a jövőben a főútról nyíló utcákból szeretnénk a nagy súlyú 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű teherautóforgalmat kitiltani. Természetesen azzal, hogy oda áruszállítás céljából, tehát például egy építkezés, törmelék elszállítás céljából továbbra is a teherautók behajthassanak. Tehát nem kellemetlenséget szeretnénk az ingatlan tulajdonosok számára okozni, vagy a vállalkozók számára, hanem szeretnénk a lakókat, környezetet megóvni, annak a csendjét, nyugalmát, illetve hát az úttestjeink műszaki állapotát. A tervek között szerepel a város parkosítása is. Jelenleg klímavédelmi stratégiákkal teljesen összhangban van ez a törekvés, és hogy ezt minél hatékonyabban, minél sokrétűbben tudjuk megvalósítani, arról döntöttünk ma, hogy 6 fő részvételével egy munkacsoportot hozunk létre, mely a tél folyamán jövő év tavaszáig kidolgozna egy koncepciót, hogy hol, milyen terület milyen virágosítást, milyen fásítást, vagy milyen egyéb olyan közterületi fejlesztést tartana jónak, azt milyen gazdasági lehetőségekkel lehet megvalósítani. Bízom benne, hogy ez egy látványos, ennek majd a bevezetése, ha eljutunk majd eddig a pontig, akkor az egy látványos program lesz a városban. A munkacsoport vezetésére elnökként Herceg Lászlóné képviselőtársunkat kértük föl, illetve további két képviselőtársunk került be a csoportba, de meghívtunk szakmai vendégeket is, illetve Telen a Kft. Ügyvezetőjét is felkértük, hogy vegyen részt, hiszen ugye tudva levő, hogy a parkgondozás városüzemeltetésre tele a Kft. Végzi Tolna városában.